Oldalról jöhet majd az Eto, amely ezúttal is kezdeményezőleg lépett fel a mai mérkőzésen. Említettem már a haladás elleni győzelmet, ugye 10-1-re győztek Lódiék, és megvan a meccs első gólja. A spanyol Huara révén már az első percben vezetéshez jutott az Eto csütörtök este, majd az első 10 percben még 6-ot hozzá tudott tenni, így már ekkor gyanítható volt, hogy nem lesz szoros a meccs. Aztán amit ekkor még csak sejteni lehetett, az néhány perccel később biztossá vált. Újabb 3-at vágtak a hazaiak, mire Matkovicsnak az első komoly védését be kellett mutatnia. 12-0-át mutatott az eredményjelző, mire a szegediek szépíteni tudtak az első félidő hajrájában. Aztán zárásként Huanra állította be a 13-1-es félidei eredményt, vagyis nemhogy az odavágó dőlt el 20 perc alatt, hanem csak nem voltak éppen a továbbjutás is. We have to find one motivation, I think. Nagyon érdekes lesz számunkra a visszavágó, mondja Huanra. Nem jelent túlságosan nagy motivációt a különbség, de valamit kell majd találnunk. Az ellenfelünk nagyon nehéz helyzetben van. It's difficult for them and for us. Mert a második félidő ugyan szegedi góllal indul, de ezután is folytatódott az Eto parádé. Két Aguiar és két Alvarito találattal a 37. percben 17-2-re vezettek Dávid Madrid fiai. A nézőkben pedig joggal fogalmazódott meg, hogyha a győrvárosi kispályás labdarúgó bajnokság egyik csapata helyet cserélne az UTC-vel, vajon kapna-e ennyit? Zárásként Bilic állította be a 17-3-as végeredményt, és pusztán azért lenne meglepő, ha elmaradna a jövő csütörtöki visszavágó, mert akkor büntetést kapnának a csongrádiak az MLS-től. Egyébként jobban járnának, ha 3-0-val felajánlanák a meccset az Etónak, bár abban még reménykedhetnek, hogy hazai pályán sikerül legyőzniük a kupa címvédőjét. Ettől függetlenül az Eto már ott van az elődöntőben.